Köszöntöm a kedves humanoid nézőket a Titanfall Outpost 207-es nevezetű pályájának a túravezetésén. Elkezdődött a szokásos köröcskénk Headpoint Dominationbe, bizony. Hát igen, folytatom tovább itt a küldetésemet egészen március 25-ig, amikor is kijön majd a Battlefield 4-nek az új DLC-je, Nova Strike, akkor 4 új pályát kapunk. És is van egy olyan sanda gyanúm, hogy amíg abból tudok majd csinálni egy túravezetést, meg hát minden mellett majd melózok, és hát addig majd izé el fog tenni egy pár nap, vagy hét, vagy akár hónap. Na, megvan első áldozatunk, de mi a B még mindig nem a mi kezünkön van, azt mondjam egy áldozat, még egy áldozat, hú, de sokan vannak itt azt a franc vinni el őket. De esetleg most azt hiszem sikerült egy párral végezni, de még mindig nem tudom, mint hogyha lennének itt úri emberek, hát itt a B-ér nagyon megy a küzdelem, úgyhogy hamarosan szerintem el is fogok takarodni innen, mert nem akarom holtan végezni. De nagy esélyem van rá. Jaj, ez a játék, Istenem, most menni kéne az ára. Azt mondja, itt van egy gránát, aztán én... elkaptam a csávót, de nem kaptam el, ki ölt meg engem, mi a manó, nézzük, kilkom. Átdobott egy gránátot, lelőttem, és utána második gránáttal ölt meg. Ó, értem már, milyen kis ravasz. Hát még mindig ostromoljuk az A pontot, és hát az ellenség az meg próbálja bevédeni, úgyhogy én most megpróbálok valahogy körbe takarodni. Nem, még nem ismerem ezt a pályát, úgyhogy ne rémüljetek meg, hogy itt bóklászni fogok a senki földjén, mert mondom, nem ismerem a pályát. De úgy látom, hogy a minimapra tekintek, itt van egy ilyen túret, akár micsoda, úgyhogy hát ennek most eltöltem a nyakát, de kár, hogy csak ez egy bot volt. Ezeket olyan jó szét lehet rugdosni, hogy ez valami hihetetlen. Komolyan mondom, félelmetes. Na és itt van a túra, de érdekes volt, azt hittem, hogy ezek ilyen pro emberkék lesznek, mert máskor az ilyen túreteket már régeség befoglalják és kempelnek körülötte, hogyha valaki ide jönne beállítani magának a dolgokat, hát akkor ne ilyen könnyű dolga. Hát, megint végeztünk pár bottal, változatosan kezdve még 6 millió bot és sehol egy izé. Na jó, van, el vagyok én itt, gyerekek, el vagyok. De lassan be kéne védeni valamelyik pontot, mert hát... már úgy is fognak jönni a srácok, legalábbis, hogyha az enemy győzni szeretne, akkor valamit muszáj lesz csinálnia. Azt mondja, ott van már egy ilyen izé, noob player, ha jól látom, próbál valahol felmenni, csak hát... meg sörétessel nem bírom elkapni. Túl messze volt. Ja, de gyönyörű jelentnek lehetünk szemtanúi. Leíhatom a titánomat, jaj, de jó az ám. Hát akkor hívjuk le. De hova kéne lehívni? Valahol itt tanyázik egy izé is, ilyen enemy titán, úgyhogy azt is fel kéne venni a kapcsolatot. Ja jó, most így a változatosság kedvéért belehuffanok már. Tudom, én most nincs kedvem ott a folyosók közt flangálni. Ó, kicsit megsoroztuk a drága csávókát, és ez meg eltakarodott előlünk, úgyhogy mennünk kell utána, nincs mese. Meg is fordult a kedves fickó, meg hát nem tudom, csinált valamit, hú, megsebeződtem. Ó, mi a manó van itt? Hát tényleg jó van, ki lett nyírva. Az a lényeg, nem lett ki nyírva. A fene vinni el, én nem tudom, mi volt. Az a gáz, hogy a titánban vagyok, akkor sosem volt meg tudni, hogy most itt épp mi van, mert akkor a káosz van. Tehát a tetőnő próbált engem egy úriember elkapni. Ezt érem, én kaptam előtt. Burn card, cancelled. Hát mondjuk nem tudom mi akar lenni, mert nem is szoktam használni burn card. Ne jó, van mindegy. Ó, és még mindig itt van az ember, mindig itt van. A fenébe be kellett volna állítanom azt a izépisztolyt, azt a... amelyik beméri a célt és úgy öl. Hát ha túl fogom élni. Kellett nekem ezt kimondani, mert egyből lerobbantották az agyvelőm egy C4-jel. Igen, ilyen az én formám. Hát az állás jelenleg 185-120, úgyhogy jelenleg mi vezetünk, de... hát azért elég halovány ez az előny, és mint látható már 2 pont az ellenség kezén van, és a harmadik az meg rövidesen azon. Ő kezükön lesz ismét, úgyhogy csodálatosan jó, fenomenális kedvem lett hirtelen. Pityában már megint dolgozhatok én itt mindenért megfele. Ó, tehát meggyőződésem volt, hogy telibe vertem a gyereket, na jó van. Néha el kell fogadnunk az ilyen dolgokat is. Azt mondja, ó, és ott van még egy enemy titán, amik nem ide figyel. Autotitán, azok a kedvenceim. Hát megpróbálom szétdurantani, de szerintem mire oda jutok, hát igen. Tökéletesen szétrobbant a sejhajom alatt ez az autotitán, úgyhogy
Itt vagyunk a B-nél, valakit kempel, és lerúgta a vesémet. Ah. De azt láttatok ugye, hogy teliben nyomtam sörétessel, és... Ez ekkora hülyeség ez már, hogy két sörétes kell két centiről egy emberbe. Ah. Na jó. Akkor... Ó, megint itt egy titán, csodálatos, épp belehívja a kedves pilótája. Azt mondja, kivel kéne végezni. Ó, és még mindig itt vannak a titánok. Ó, csodásra, hogy nem vettek észre idáig. Hát mindesetre meglapulok itt a C-nél, én már nem fogok mászkálni sehová, úgy érzem már. Annyira fölösleges, hogy valami hihetetlen. Megvárom, amíg elzavarják a többiek itt a csúnya rossz titánokat. Lehet, hogy be kéne nekik segítenem. De nézzük, azt mondja. Így megsorozzuk a fickót. Csak jó lesz ez valamire, az közben valaki meg engem is lő. Ja, a main Q van itt, titán az is 100, ó, de jó vagyunk. És végre valahára elkezdtük visszahúzni a C-t. Ideje volt, mert már hát az ellenség vezet, úgyhogy vissza kéne fordítani a meccs állását a mi javunkra. Jaj, emberek, emberek, itt egy csaszi hamperád. Azt mondja, ajaj, itt a titánom is, ja tényleg ide hívtam, izé, fanóbód. Most nem tudom, belemásztak, vagy nem másztak bele. Még nem mászok bele, még mindig nem mászok bele. Na jó, leszek én itt. Kempelek a szokásomhoz híven. De ennyire jó, hogy egy olyan játék, ahol kempelni kell. Á, Istenem, és FPS. Oh. Na jó. Ezzel most csak az a problémám, hogy mondjuk a Battlefield 3-ban, 4-ben ott meg tudták oldani, hogy elmész a kontrollpontra, befoglalod és egyszer kapsz érte egy jutalmat, oké. De utána hiába deckolhatsz, de ott azon a ponton lófasz nem fogol kapni. Itt meg folyamatosan, ha itt deckolsz, akkor nyomják neked a cash-t. Hát, na mindegy. Már 2 pont van a mi kezünkön, és a B-t is elkezdték húzni a többiek, bár az, ha jól látom, a csíkálásából most egyelőre stagnál. De nekem, én már mondjuk tökéletesen ki vagyok békülve ezzel az állással is, egyelőre. Na és azt visszaszerezte az ellenség, jó van. Előbb-utóbb fognak jönni a célre, mert ez az egyik kedvenc pontjuk, annál is inkább ide titánnal is be lehet nyomulni. És még mindig sehol semmi. Olyan furcsa, neszeket hallok. De mondjuk ott a titánom az őrködik, úgyhogy ha valami lövéseket hallanék, akkor megbizonyosodhatnék arról, hogy itt bizony ellenség van a közelben, de hát a titánom is itt el ma mélázik magának. Egyelőre meg vagyunk. Jöhetne már valaki, már kezdek unatkozni. Komolyan mondom. Na. Meg mindig tartjuk a 2 pontunkat. Meg mindig. Változatosság kedvéért még mindig tartjuk. De annyi jó hírem van legalább, hogy a tikentek állása az már mi oldalunkon van. És a jelenlegi állás szerint, hogyha nem történik nagy tragédia, akkor bizony hamarosan vége is lesz ennek a körünknek, úgyhogy újabb izgalmas Titanfall eseménybe vehettünk részt. Na, valaki? Senki? Akartok tőzsdéről beszélni? Na, végre valami. Azt lelőtte azt az embert, valaki azt lelőtte! Oda kell mennem felderíteni, jaj, te rohadék titán, menjetek már innen a bénkül azt. Kapom a gránátot is, de jó. Remélem ez nem egy player volt már. És vége lesz a titának. Jaj, de kemény autó titánom van. Jaj, de közben valaki visszafoglalta, ezért... Ahogy is elkaplak nyomrút. Na, megint itt van egy titán. Legalább egy playerrel sikerült végeznem. Megvárom, még ez a titános itt kibulízza magát a szerencsétlen elhalálozott autotitánok tetemével. Istenem, mit megdolgoztam érte. Na, megpróbál kimenni innen a C-ről. Egy újabb player. Az Istenem, szeretem, amikor elém mászkálnak. De valaki folyamatosan itt lövöldöz minket, és húzzuk vissza a C-t. A mindent eldöntő kontrollpont foggalás. Kérem szépen továbbra is, tartjuk a C-t. Hát csak az a kérdés, hogy az A-nál mi újság van, na, csodálatos, az meg az ellenség foglalta be. Viszont most a B kezdett el villogni, áj, micsoda összhang, kérem szépen, elszívják csapatmunkánk, de már megint betámadták az emberek itt a C-t. Hülye titánok, ennyitek már innen a ménykübe. Hála égnek nem tudja tovább húzni, mert én is itt testpedek a falagammal. Úgyhogy vissza is foglaltuk szépen. És már csak az a kérdés, hogy mi lesz az A-val, mi lesz a B-vel. Mind a két pont elkezdett a mi javunkra emelkedni, úgyhogy
gyanítom, hogy dolgozik valaki a csapatból. Hát a B-t azt bizony bebuktuk, és az A-t meg stagnál. De 10 ticketre vagyunk attól, hogy győzünk, úgyhogy talán, hogyha nem történik nagy-nagy hardcore anál szex, akkor bizony meg leszünk ezzel a körrel hamarosan. Befoglaltuk az át, a C-t is tartjuk még, és... Victory! Jaj, de kemény mes volt ez is, Istenem! Sírok a gyönyörtől, golyan mondom. Hát, hölgyeim és uraim, és most következik az epilógus. Ez is akkora jó, figyeljetek, figyeljetek, még 7 másodperc és leívatok a titánomat, és ott megy egy player, pisztolyan próbálom meg lelőni. Kúva messziről, és engem lőnek. Na jó. Hát nem jött össze az emberke elpusztítása, de lehívom a titánomat. Lássunk valami látványos dolgot is. De gonosz leszek és nem nézek oda. Ha! Na. Jó van, sikerült be tanyázni a képezetbe, aztán most meg kéne próbálni szétlőni azt a kimelekítő hajót, ami lassan megérkezik ide a környékre. Egyelőre még nem érkezett meg, vagy már megérkezett? De bizony megérkezett. Hát ezt nem fogjuk tudni elpusztítani, érzésem szerint már csak 2 titán lövi, legalább 3 vagy 4 titán kell az ennek a megfelelő módú elpusztítása. Hát ezek le is létszeltek. Á, fene vinne el titeket. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek az újabb Titanfall túravezetést, találkozunk a következő epizódban, sziasztok!